Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Megszerezték első győzelmüket az alsóházi rájátszáson a Kékcápák. Megvédte bajnoki címét a 20 kilométeres távon Hellebrand Máté. Stankovics Anna ezüstérmet szerzett a kaposvári országos bajnokságon. Másodszor is megverte a PVSK U23-at a nyíregyházi kosársuli. Megszerezte első győzelmét az alsóházi rájátszásban a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák a budapesti honvéd csapatát fogadták, és 84-81-re legyőzték ellenfelüket. Az utolsó fogadta az utolsó előttit, úgy, hogy a vasárnap esti meccs az utolsó esélyt jelentette a bennmaradás szempontjából a Nyíregyháza számára. A hazaiak ennek szellemében kezdték a találkozót, az első negyed végén 10 ponttal vezettek a Kékcápák. A második játékrész már kiegyenlítettebb volt, de egy pontot hozzá tudott tenni előnyéhez a házigazda. Fordulás után tovább nőtt a különbség, a 32. percben már 21 ponttal vezetett a Nyíregyháza. Ekkor azonban 3 gyors kosarat szerzett a honvéd, amivel megkezdte a felzárkózást. Fogyott a hazai előny, az utolsó percben már csak 1 ponttal vezetett Darko Radulovics együttese. A hajrában felváltva büntetőztek a csapatok, Bazsó egy lepattanó megszerzése után 2-ből 1-et értékesített, majd a fővárosiak támadhattak az egyenlítésért. Fazekas labdaszerzése azonban pontot tett a mérkőzés végére, életben tartva a Cápák bennmaradási esélyeit. Gratulálok a játékosaimnak. 30 percen keresztül az eddigi egyik legjobb játékunkat nyújtottuk. Az első pillanattól kezdve mi voltunk előnyben, sokkal simábban is nyerhettünk volna. Az utolsó negyedben már 21-gyel is vezettünk, de elveszítettük a koncentrációnkat, míg az ellenfelünk elkezdett betalálni, így a vége izgalmassá vált. Összességében jó energiával játszottunk, nehéz meccset nyerni ilyen helyzetben, amikor sokszor veszítesz zsinórban. Visszaszereztük a reményt, büszke vagyok a srácokra. A vendégek edzője szerint a mérkőzés összképe alapján reális eredmény született. Az első 3 negyedben, amit fölépítettek, az alapján teljes mértékben megérdemlik a mai győzelmet, és igazából magunkat okolhatjuk érte, mivel a negyedik negyedben megmutattuk azt, hogy igenis tudunk mi sokkal jobban kosárlabdázni, és azokat a dolgokat, amik az első fél időben tényleg nagy problémáink voltak, a támadó lepattanók, a második esélyből szerzett kosarak, azokban tudtunk javulni, sokkal kevesebb eladott labdánk volt, azt hiszem a mérkőzés lefújásakor, mármint hogy a második fél időben, viszont, hogy szokták mondani, külföldi edzőköt, basketball gods, tehát a kosárlabda istenei, pont ezzel a kettővel vették el tőlünk idézőjelbe, tehát egy támadó lepattanóval és a végén egy eladott labdával nem volt esélyünk arra, hogy hosszabbításra mentsük a mérkőzést, vagy akár megnyerjük. A honvéd csapatkapitánya, a 13 pontot szerző Simon Kristóf szerint a negyedik negyedben látottakra építhet csapata a folytatásban. Úgy gondolom, hogy 3 negyed előnyt adtunk a Nyíregyházának. Úgy gondolom, hogy ahogy befejeztük a mérkőzést, a negyedik negyed, az igazi arcunk, ahogy Szabi is elmondta az öltözőbe. Viszont ilyen szituációkban, ilyen mérkőzésen nem lehet ezt megengedni. Úgy gondolom, hogy az alapján, a 3 negyed alapján megérdemelten nyert a Nyíregyháza, viszont amiatt vagyok pozitívabb így a végén, hogy vissza tudunk jönni, és ebből nagyon gyorsan fel kell kötni a gatyát és folytatni, mert szerdán megint mérkőzés van, és nagyon kemény ellenfélre megint utazunk Szegedre. Nem szabad 3 negyed előnyt adni a egyik csapatnak sem, és nekünk volt egy rettentő fizikális mérkőzésünk szerdán, az OSE ellen. Ahogy ott játszottunk, na azt nem mentettük át, illetve azt a szellemiséget, ahogy játszottunk a negyedik negyedbe. Engem nem is érdekelnek a számok, nekünk ebbe kell, nekünk fejbe kell ezt rendbe tenni, illetve és szívbe. Ezek a tök mindegy, hogy dobtunk kintről, hogy nem. És természetesen oké, támadó lepattanó, rengeteg második esélyt adtunk az első fél időben nekik, második fél időben szerintem ebben jobbak voltunk.
De egy nagyon fontos támadópattanó elmaradt a végén, abból tudtak megindul büntetőt dobni. Ezekről le kell figyelnünk, ki kell javítanunk, akár már szerdán is. Van még 6 mérkőzés, amennyit lehet, meg kell nyerni. Fazekas Csaba a mérkőzés végén szerzett labda mellett 11 ponttal járult hozzá a cápák győzelméhez. Gratulálok a csapatnak, tényleg megtettük az első lépést, úgymond a bentmaradás felé. Az utolsó negyedig nagyon koncentráltan, higgadtan és jól járt a labda, ezáltal úgy gondolom nem volt meglepő a 20 pontos előny. A végére kicsit kijött az, hogy kapkodtunk, nem hoztunk jó döntéseket, a Honvéd váltott egy viszonylag erősebb védekezési formára. Hál' Istennek az az előny, ami volt, az a 20 pontos előny, amit próbáltak ledolgozni, az nem tudták megfordítani a mérkőzést. Ebből tanulnunk kell, mert tényleg 20 ponttal vezettünk egy ilyen jó csapat ellen. Ha ezt meg fogjuk tanulni a hátralévő mérkőzéseinken, hogy higgadtak maradjunk a végjátékban, akkor még nagyon sok győzelmet szerezhetünk, és ennek így kell lennie. Szerdán Oroszlányban léptek pályára a két cápák, és 176-ra kikaptak a hazaiaktól. Kosárlabda után atlétika megvédte bajnoki címét 20 kilométeren Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló Békés Csabán 1 óra 23 perc 26 másodperc alatt teljesítette a távot. Nagyon jó volt ez a verseny. Örülök, hogy megvédtem a tavalyi bajnoki címemet. Úgy versenyeztem, hogy eltervreztük az edzőnapok Rovanszki Józseffel. A saját tempomban sikerült már rögtön az első kilométerektől kezdve versenyezni. Sajnos nem volt most olyan erős mezőny. A legnagyobb ellenfelem Venyelcsány Bence, a Honvéd gyaloglója, egy kilométer után már le is szakadt tőlem. Ő most úgy néz ki, hogy nincs olyan jó formában. Ezért ez nem megnehezítette a dolgomat, hogy 20 kilométeren keresztül teljesen egyedül kellett versenyeznem. Már egy kicsit majdnem meleg is volt, a szél is folyt, szóval a körülmények nem voltak olyan jók, de még így is egy egész jó időt sikerült gyalogolnom. A dudincei verseny után nem gondoltuk van az edzőmmel, hogy ilyen jól fog sikerülni. Szóval mindent összevetve örülök a bajnoki címemnek is, és az időeredménynek is. Gyaloglásban van 5 kilométer is, 10 kilométer is, 20 kilométer is, 35 kilométer. Most már lehet azt mondani, hogy ez a középső 20 kilométeres táv is inkább más sprinttávnak számít? Ez egy 1 óra 20 perces verseny. Itt taktikázni már nem nagyon szoktunk. Itt igazából az első kilométerektől kezdve ugyanazt a tempót gyalogoljuk egészen a végéig. Szóval mondhatni, ez már egy sprint szám nekünk. Muszáj lesz ehhez hozzászokni, sőt, még a gyorsabb tempóhoz is, ugyanis a jövő évi Párizsi olimpián már ez lesz a hosszabbik gyaloglószám. Ezen kívül a 20 km mellett egy maratonváltót fognak megrendezni, ami 4x10,5 km-ből fog állni. Szóval muszáj lesz gyorsítanunk, ezért is szeretnénk még idén nyáron 5, illetve 10 km-en versenyezni, hogy ezt a gyorsabb tempót fel tudjuk venni a nemzetközi élmezőnnyel. Korábban említetted, hogy a két hosszú edzőtábor arra mindenképp jó, hogy bepótold azt a kis elmaradást, ami a műtétel után volt tavaly össze. Végleg utolérted most már magad? Úgy érzem, hogy igen. A dudincei versenyen még nem éreztem azt az erőt, amit tavaly. Itt Békéscsabán már igen. Ha itt olyan körülmények lettek volna, vagy ideális körülmények lettek volna, illetve lett volna egy erős mezőny, lett volna kivel együtt menni, akkor talán egyéni csúcshoz közeli időt is sikerült volna gyalogolni, de is a panaszkodok, mert így is jó időt sikerült mennem. Említetted, hogy rövidebb távokon állsz rajthoz, 35 kilométeres verseny nem lesz, ezek szerint nincs veszélyben a 35 kilométeres világbajnoki, budapesti világbajnoki részvétel? Így van. A kvalifikáció úgy néz ki, hogy az első világrangos első 50 helyezettje fog indulni a VB-n. Én most jelenleg a 40. helyen vagyok. Május 30-án zárul le a kvalifikációs időszak, és a Magyar Atlétika Szövetséggel egyeztetve arra jutottunk, hogy nincs veszélyben az indulásom. Tehát a VB-ig már nem fog indulni se 20, sem pedig 36 kilométeren. Most kaptam egy hét pihenőt, és jövő héttől már csak a VB-re fogunk koncentrálni. Hazai környezetben vagy lesz-e valahol még esetleg edzőtábor? Most még itthon, Nyíregyházán fogok készülni, nyáron viszont fogunk menni edzőtáborozni majd a Szlovákiában, Magas-Tátrába, illetve majd magaslati edzőtáborba szeretnénk elmenni Olaszországba.
Egy ezüstéremmel tértek haza a Nyíregyház úszók a Kaposvári Országos Bajnokságról. Szankovics Anna az 50 méteres mellúszásban másodiként csapott a célba. Én úgy mondom, hogy félig tele a pohár. Az ezüstérmünk az mindenképpen előrelépés a tavalyi három bronzéremhez képest, viszont a három negyedik hely. Hát nagyon minimális különbségek voltak. Ugye az 50 gyorsan az Annának, ugye a századokról beszélünk, ugye a 100 méter pillangón a Dórinak az obogó az szintén egy tized, és nagyon-nagyon-nagyon úgy nézett ki a 200 pillangó is, hogy meg lehet az a dobogó. Én nem vagyok elégedetlen, bár biztos, hogy elhullajtottunk néhány pontot. Bízunk benne, hogy ez csak jobb lesz. Beszéljünk az egyetlen érmesünk, Stankovics Annáról. Anna nagyon jó versenyzett. Meg kell mondani, és nem magyarázkodás, hogy ugye a szakdolgozatát adta le az előző héten. Anna nagyon sokat tanult, nagyon sokat dolgozott az elmúlt hetekben, és az úszás rovására is ment. De ahhoz képest 50 méter gyorsan, ugye századokkal maradt le a dobogóról, tavaly harmadik lett ezen a számon. Ő nagyon szeretne ebben a fejlődni. 50 méter mellen délelőtt legjobb időből tudott javítani, ez nála is nagyon jó dolog, mert nem volt jellemző az utóbbi idő, vagy délután rá tudott tenni a délelőtti időre. Ez most sikerült, 600-addal maradtunk le a aranyéremről. Én úgy gondolom, hogy amit edzésmunkát el tudott végezni, és ha erre rá tud rakni, még mindig olyan a leggyorsabb 50 méter mellen. Nem jó dolog lecsúszni a dobogóról, te azt mondtad, hogy nem vagy elégedetlen, hogyan érték meg azok a versenyzők, akiknek csak egy hajszál hiányzott az éremhez. Én azt mondom, hogy örültek is, meg nem, és egyik szemünk sírt, másik meg nevetett. Ugye a tavalyi országos bajnokságon a hatházi Dóri Amerikából hazaérkezve, illetve akkor még itthon úszva 6. illetve 5. helyezést tudott elérni a pillangó számokba, ahhoz képest a 2/4. Hely előrelépés. Időben a tavalyi év idejét közelítette meg. Én úgy gondolom, hogy ha nem három nappal a verseny előtt érkezik haza, kicsit több ideje van az átállásra, kicsit többet tudunk együtt mozogni, akkor újra ez dobogót jelenthetett volna. Nem vagyok elégedetlen. Mind a két lány esetében el tudom mondani, hogy az univerziádé mind a kettőjüknek esélyes. Még nem hirdettek csapatot az univerziádéval kapcsolatban. Ugye Anna is és Dóri is 200 pillanat, illetve 50 mellen szintidővel rendelkeznek. Barna Bianca nagyon szép sikereket ért el tavaly, akkor osztályos versenyeken gyakorlatilag végig versenyezte az évet. Most ez egy felnőtt országos bajnokság volt, nem korosztályos. Ő hogyan szerepelt? Bianca kicsit várakozáson alul szerepelt, ezt meg kell mondani őszintén, az 50, 100 és a 200 méter mellúszó számokban indult, illetve váltóban. A mellúszó számokban azt mondom, hogy mellúszásra jellemzően vannak néha hullámvölgyek, és most abba sikerült megérkeznünk. Egy nagyon jó fizikális felkészülés után, edzőtáborozás után egy nagyon-nagyon stresszes versenyt futottunk. Nem jött ki mindig a teljesítmény, egy milliméterekkel maradt le a döntős helyezésről. Az ő esetében ugye tavaly sikerült egy bronzérem 200 méter mellett, ami most is kinézett neki, hiszen 2:33 az ő egyéni csúcsa is körülbelül itt van. A legjobb formájában ez reális lett volna számára, de nincs nagy gond, én úgy gondolom, hogy csak felnőtt korosztályos versenyzők tudták megverni őt. Az ifjúsági között még mindig ő a legjobb, és augusztus végén van, augusztus elején van az ifjúsági bajnokság. Milyen színvonalú volt egyébként, milyen erős mezőny volt az OB-n? Nagyon változó. Én úgy gondolom, hogy bizonyos számokban nagyon sokan az olimpiai szintre és az olimpiai kvalifikációra készültek, ezért kihagytak számokat, ezért néhány számban érezhették, hogy lyukasabb a mezőny, vagy gyengébb a mezőny, de én azt látom, hogy minden egyes versenyszáma kialakul, az a két legerősebb, aki annyira jó a mezőnyhez képest, gondolok itt a férfi 200 pillangóra, 100 pillangóra, a férfi 200 hátra, a vegyes számokra. Annyival jobb a mezőnynél, hogy a többiek már nem is nagyon erőlködnek, hogy odaérjenek, hanem inkább próbálnak más versenyszámokat kipróbálni. Valakinek ez bejön, van, akinek nem. Ugye az országos bajnokság a legdagosabb hazai verseny, ezt már letudtátok, de hát még most kezdődik igazán a 20. szezon, mire készültek a jövőben? Ez így van, most érjünk át a tavaszi felkészülési szezonból, egy ilyen átmeneti héttel, egy kis lazább munkával menjünk át a nyáriba, és már május végén elindulunk Miskolcon, kétnapos verseny, szelektív kupa, utána Békés Csabai felhozó verseny, és júni elején van egy kvalifikációs újra szintúszási lehetőség, bármelyik verseny szintúszó versenynek minősíthető. Sopronban van kiírva, egyes hangok szerint Budapesten lehet, és a fő versenyünk, ami most legközelebb van, a júni közepén a nyíltvízi országos bajnokság, ahol szintén szeretnénk több úszónkat elindítani, 5 kilométeren, 7,5 kilométeren, illetve a következő verseny, én nagyon bízom benne, az Ifjúság Európa Bajnokság Belgrádban július elején.
az egyetlen nyíregyházi érmet az országos bajnokságon, egy ezüstöt te szerezted, összességében tekintve a felkészülési lehetőséget, a felkészülés erősségét, úgy minden mennyire vagy elégedett ezzel a szerepléssel? Összességében én elégedett vagyok. Persze kicsit fáj a szívem azért a 50 gyors bronzér, amiről ugye 300-addal maradtam le, de megmondom őszintén, én pont fordított eredményt vártam volna magamtól, hogy inkább a gyors úszó szám fog jobban sikerülni, mint a mell, de hát ez így lett, és ez is lett a vége. Mennyire vagy elégedett az eredményekkel? 50 gyorsan szerettem volna egy kicsit jobban úszni. Azt gondolom, hogy benne volt egy 25-tel kezdődő idő, sajnos ez nem sikerült. Viszont 50 mellett nem gondoltam volna, hogy be tudok menni 31 fél alá, úgyhogy ez biztató a jövőre nézve. Ugye az olimpiát lőtted be, de mondtad, hogy nem egy sprint verseny, hanem lépésről lépésre akartok haladni. Ez a Kaposvári OB megfelelt egy első lépésnek? Az 50 mellett sikerült jobban, így azt gondolom, hogy ez alapján hátrébb vagyunk, mint én szerettem volna, de bizonyos szempontból meg nem gondolom azt, hogy a valóságot tükrözi ez az 50 gyors eredmény, mert hiszen előtte én közben az iskolával gyakorlatra is járok, emellett a keddi napom az nagyon nehéz volt, mert még 9 óra 10 perckor kopogtattak be a doping ellenőrök hozzánk, úgyhogy nem sikerült teljesen kipihenni magunkat. Azt gondolom, hogy az 50-mel az jobban tükrözi a jelenlegi állapotomat, sajnos a 50 gyors belecsúszott még ebbe a fáradt időszakba. Az olimpia mellátó távolságon belül van, lehet érezni a riválisokon? Abszolút, ugye azt hiszem több mint 10 olimpiai jászint született ezen a kaposvári országos bajnokságon. 50 gyorson a Senánszki Petrának még nem sikerült megúszni, bár azt gondolom, hogy nagyon közel van hozzá, úgyhogy szeretnék hozzá felzárkozni. Megszerezte második győzelmét az amatőr NB1 rájátszásában a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese, a PVSK második csapatát vélte 73-67-re. Az erre nagyon simán indult, tehát elindultunk, vezettünk, minden összejött, mindent bedobtunk, minden szuper volt. Igen, nem csak egy idő után a játékvezetők, azok valamilyen szinten az ellenfél edzője különböző beszólásaira, gondolom nem akarták a nagy konfliktust, ugye úgyis meg volt már a különbség, akkor ugyan, és akkor egy kicsit elkezdett, úgy gondolom, eldurulni a mérkőzés. Tehát eléggé ilyen fizikális jellege lett a mérkőzésnek, és ott egy kicsit azért megremegtünk minden szempontból, mert ugye azt is tudni kell, hogy a Dobolil az első fél időben még játszott mérkőzést, a második fél időben már nem, mert ugye neki előző nap volt egy junior mérkőzés, ahol 40 percet volt a pályán, és így nem lehetett túlterhelni, és ugye azt is megéreztük azért, hogy egy biztos kis ember kiesett a pályáról, de én úgy gondolom, hogy a többiek azok nagyon összeszedetten, nagyon koncentráltan kosárlabdáztak, itt a végjátékban azért olyan lepatonókat szedtünk, és olyan kosarakat dobtunk be, ami minden szempontból biztosította a győzelmünket, de nem volt egy egyszerű mérkőzés. Ugye ilyen hullámvölgyek voltak, elhittük mi is itt az első fél idő után, hogy ez egy sima mérkőzés, utána a harmadik negyedben kicsikét megtorpadtunk, de összességében olyan jó kis mérkőzés játszottunk, örülünk, hogy megvan itt a második győzelmünk, aztán reméljük, hogy még jön hozzá, bár nem sok esélyünk van rá, de ettől függetlenül megteszünk mindent, hogy valamilyen szinten a következőkből is jól szerepeljünk. Ugye hétvégén az a MAFC érkezik, amelyik rajtatok kívül egy olyan csapat, amelyik nem átcsoportos csapat második együttese. Egy meccset már játszottatok velük, az azt hiszem, hogy 20 pontos vereség volt, viszonylag simának mondható. Most milyen mese számítasz? Az igazság ugye, hogy az úgy lett egy 20 pontos vereség, hogy az Ara Zsófi azon a mérkőzésen sérült meg, tehát miután ő kivált a játékban, attól kezdve kicsit bizonytalanabbak lettünk, és amikor még a Mátyás Eszel is kipontozódott, majd attól kezdve végképp elbizonytalanul, és az utolsó 4 perc volt az, ahol mi is egyszerűen ennyivel kikaptunk. Na most itt hazai pályán azért tudni kell, hogy nincs a Zsófi, mert nincs a Zsófi, a Kamilla sincs, a Varga Kamilla sincs, tehát kicsit megfogyatkozva fogunk nekivágni ennek a mérkőzésnek. Annyi, hogy a juniorjaink talán jobban bevethetők lesznek, mert ők lejátszák pénteken a mérkőzésüket, és ugye a vasárnapi mérkőzésre talán kellő játékpercet kaphatnak ők is a pályán. Nem tudom, tehát ugye itt attól is függ, hogy a játékvezetés milyen játékvezetőket
kapunk, hogy mennyire engedik az agresszivitás, mennyire engedik a talán túlzott kemény játékot is, de az utóbbi időben inkább erre kell számítani, mint arra, hogy itt rengeteg fautot fognak megfújni. Remélem, hogy játszunk egy jó mérkőzést, és ha tényleg minden összejön, akkor győztesen elhagyhatjuk ezt a pályát, de szerintem erre van a kisebb esélyünk. De mindent megteszünk annak érdekében, hogy akik kijönnek, nézzük, azok olyan mérkőzést lássanak, ahol jól érezhetik magukat, és nem csak azt nézik, hogy futunk az eredmény után. Többször említetted a játékvezetőket, ugye laikus azt gondolja, hogy a kosárlabda szabályai egyértelműek. Ennyire hatása van egy-egy csapat, nem csak a csapatjátékára, hogy milyen felfogást képviselnek egy adott meccsen a játékvezetők? Igen, sajnos ez így van. Tehát úgy ugyanaz ellen a csapat ellen lehet különböző mérkőzéseket játszani. Tehát ez mindig attól függ, hogy ők milyen mértékben húzzák meg esetleg a faut határt, hogy mi az, amit ők már úgy éreznek, hogy ez már durvaság számba ment át, és mi az, ami még az ő szemléletük szerint belefér. Tehát itt a mi területünk egy kicsit talán is itt inkább az utánpótlásra értem, hogy talán jobban megfújják a fautokat. Voltunk már Zalaegerszegen, ahol teljesen korrekt mederben ment a mérkőzés. Viszont voltunk olyan helyeken, ahol viszont mindennél meg kellett küzdeni. Tehát, és inkább az a probléma, amikor egy játékos nem tudja, hogy most mi a fault és mi nem fault. Tehát amikor az egyik oldalon megfújjuk, a másik oldalon nem, vagy, ugye mint ami itt a mi esetünkben volt, az első fél időben egy egészen más szemléletbe fújták a mérkőzést, mint a második fél időben. Tehát ehhez alkalmazkodni borzasztóan nehéz. Tehát mi is arra neveljük a mi gyerekeinket, hogy legyenek persze kemények, legyenek agresszívak, de hát ez nincs minden játékosban benne, bármennyire is szeretnénk. Tehát azért vannak olyan játékosok, akik azért a tisztább szebb kosárlabdát szeretik, mint ezt a pankrátor, ütökverek, tolókverekszek. És ez egyetemben látszik egyébként a mérkőzéseken, de aki nézte egyébként itt az NBA-jának is a mérkőzését, ott is egyértelműen látszott, hogy tudni kellett mindig alkalmazkodni az adott csapatoknak a játékvezetéshez, de hát ez a feladat, ezért vagyunk mi itt, hogy ezt megpróbáljuk megoldani, és reméljük, hogy most egy olyan játékvezetést kapunk, aki az első perctől kezdve a végig ugyanabban a szemléletben, és ugyanabban a felfogásban fogja fújni a mérkőzést, és ehhez talán mi is fogunk tudni alkalmazkodni. Sorsoltak hétfőn az MLS megyei igazgatóságát a Magyar Kupa országos főtáblájára jutásról, illetve a megyei kupa döntőbe jutásról döntenek majd a párharcok. Országos főtáblára 6 csapatnak van lehetősége felkerülni. Az előző fordulóban eldőlt, hogy melyik 4 csapat az, ami már felkerül a főtáblára, és az előző fordulóban alul maradt csapatok közül, 4 csapat közül kell kiválasztani azt a 2, aki még a főtáblára jut, ezért őket, az előző forduló veszteseit összesorsoltuk, illetve a hagyományosan megrendezett megyei kupa döntőhöz a továbbjutó 4 csapat közül is el kell dönteni, hogy ki játsza majd a megyei kupa döntőt, ezért őket is összesorsoltuk, és a 2 győztes csapat játsza majd a megyei kupa döntőt. Mi a tapasztalat, milyen rangja, presztízse van a megyei kupa döntőnek, a megyei kupának? Én úgy gondolom, hogy van rangja a megyébe, elég sok csapat jelentkezik, most is 30 csapat fölött volt az indulók száma, és népszerűek ezek, közönség létszáma is azt bizonyítja, hogy szeretik a Magyar Kupát a megyében. Az elmúlt 2 évben a Kisvárdai Várkerti Stadion adott otthont a megyei kupa döntőnek, most lehet-e már tudni valamit a helyszínről és az időpontról? Az az igazság, hogy a csapatok igénylik és hajtanak azért, hogy egy ilyen szintű stadionban játszanak, ezért rendeztük az elmúlt 2 évben Kisvárdán, most is megköszönjük Kisvárdának a lehetőséget. Ebben az évben is szeretnénk, hogyha ebben a stadionban tudnák megrendezni, hiszen a megyénk legszebb stadionja a Kisvárdai Várkerti Stadion, de ez majd függ a stadion elfoglaltságától, mi mindenképpen arra törekszünk, hogy ott rendezzük meg ezt is. Csak egy példát mondjak ehhez, hogy miért van rangja ennek a dolognak így. Volt olyan labdarúgó, aki az idősebb korosztályba tartozik már, és azt mondta nekem még a második, harmadik kupafordulónál, hogy
Jali bácsi, ha elintézi, hogy a Kisvárdai stadionban lesz a döntő, mindent megteszek azért, hogy én még ott legyek. Melyik a játéknapja a negyedik fordulónak, és milyen szabályok érvényesek a kupameccsekre? Május 10-én 17 órától lenne a negyedik forduló megrendezve. A szabályok ugyanazok, mint a korábbi fordulókban voltak. Azonos csapatok mérkőzése esetén döntetlennél büntetőrugásokkal dől el a továbbjutás sorsa. Különböző osztályú csapatok esetében pedig döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat jött tovább. A Tarpa a Biri elleni 4-0 győzelmével már felkerült a Magyar Kupa országos főtáblájára, most viszont még a megyei kupa döntő a cél és a tét. A Gyuláza csapatával játszottok, milyen esélyekkel így néhány perc a sorsolás után, hogy látod? Tarpán az elmúlt héten szerettük volna a Gyulaházával fogunk találkozni, itt a Újfehértó, illetve a Csengér Sima jutott még a négyes döntőbe az előbb említett két csapat mellett. A sorsolás szeszélye kedvezett nekünk, nem becsüljük le a Gyulaháza csapatát. Tiszteletre méltó, hogy megye kettes csapatként már ott van a főtáblán. Május 10-ére készülünk. A Magyar Kupa ugye a kis csapatok számára mindig egy kiúrási lehetőség. Ugye még az őszi meccsek odébb vannak, de mire készültök? Egy Tarpának is nagy szó az, hogy játszhat országos főtáblán. Legutóbb volt olyan, hogy Diós Győrt fogadta a Tarpa. Bízunk benne, hogy Tarpára tudunk olyan nívós csapatot vendégül látni, aki sok nézőt vonz. Ugye az elmúlt években kiderült, hogy a megyei kupa döntőnek is van a rangja, presztízse. A győztesek mindig nagyon örültek a lefújás után. A cél az, hogy megnyerjétek ezt a kupát? Egyértelmű. Sportemberek vagyunk. A végső győzelemre, a megyei kupa elnyerésére küzdünk. Beszéljünk egy picit a bajnoki szereplésről. Hogy néz ki eddig? A tavaszunk a két döntetlen mellett a többi győzelem, többi mérkőzés győzelem volt. A tavaszi tabellát vezetjük, az őszi gyengébb szereplés után már ott vagyunk a negyedik helyen, szeretnénk a dobogóra odérni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!